Jó estét kívánok, sajtóklub, Bencsikkel, Lovassal, Huttal, Síbelem. Szerbusztok, drága urak. Hello, szia. Nem is tudom, hogy honnan indítsam a friss ropogós híreket. Gondolom, hogy ti is már reggel óta másról sem hallotok, mint hogy Kósa Lajos 1300 milliárd forintos bulija után itt az új 1300 milliárd forintos buli, mert hogy most nem a csengeri asszonka örökségét lopjuk el éppen, nem. Most egyéb 1300 millió forintot loptunk el úgy, hogy egy gyémánt kereskedő hordta ki... A segélyben gyémánt. Hordta ki a 1300 millió forintot, de voltak benne arabok is, mert a másik felét az arabok vitték ki a párhuzamos bankrendszeren keresztül. Pista éles látásának köszönhetjük, hogy egyébként erről itthon nem tud senki semmit, mert a New York Review of Books, a New Yorki liberális értelmiség bibliája, a két hetenként megjelenő fantasztikus folyóirat legfrissebb számában hosszú cikket publikált, amelyben egy Magyarországról, ugye Orbánisztán, az orbáni diktatúra borzalmairól, ahol egyebek mellett azt is leírják, hogy itt olyan sajtódiktatúra tombol, hogy Magyarországon semmilyen korrupciós ügyről nem lehet írni. Se látni, se írni. Úgyhogy, tehát az, ami hónapok óta Simicska médiában és egyéb, meg Soros médiában dől, hogy gyakorlatilag most már minden héten ellopunk 1300 milliárd forintot, ami azért jó, mert ez a költségvetés durván közel 10%-a, tehát hogyha 10 héten keresztül mindig előjön egy ilyen ügy, akkor ki fog derülni, hogy nincs magyar költségvetés, mert az egészet ellopta az Orbán meg a Kósa. Nem tudom, nektek mennyi jutott belőle. Zárójel bezárva. Az a szerencse, hogy a szerencsétlenségben, tehát az, hogy elképesztő gátlástalan és ocsmány hazudozás folyik, és szemmel láthatólag semmi nem számít. Hogy ráadásul mindig túltolják, mert ostobák és kretének, és ez különösképpen vonatkozik a magyar nemzetféle csapatra, Lajosékra, mondhatnánk azt is, a viszki mégiscsak rossz tanácsadó, de a Jobbikra is, mert az újabb 1300 milliárd kapcsán a Jobbik ma sajtótájékoztatót tartott, és gyerekek egy sorba rendezte, tehát a Kósaféle 1300 milliárd és a friss 1300 milliárd, az a Jobbiknál összeállt egy történetté, kapaszkodjatok meg úgy, hogy a Kósaféle 1300 milliárd az a fedő sztoria a gyémántban kivitt 1300 milliárdnak, mert a gyémántban kivitt 1300 milliárdot akartuk a csengeri szélhámosnőn keresztül már tisztára mosva, mint német örökséget visszahozni az országba, értitek? Én tökéletesen értem. Nekünk ennyire futja, érted? És Kósa Lajos elfelejtette, hogy kivitte a... Egyébként, persze. Ha jól tudom, mert nem szerepelt a hírben, de szinte biztos, hogy a rákos patakba egy sötét narancsszínű zsebcirkálón vitték a gyémántokat az arab összekötőhöz, és Lajos nyilván elfelejtette, Kósa Lajos, hogy ezt ugye kivitték a több tonna gyémántot. Hát valakinek nagy volt a végbele, és elférne ez a rengeteg gyémánt. És most amikor visszahozták, ez már a kabari egyébként, ez már a politikai kabari. Én ami nem visz számomra, az, hogy ma azt csináltam, mielőtt idejöttem, hogy átfutottam, beütöttem, hogy LMP program, DK program, MSZP program, és amit kidobott az internet, az ilyen programelemek, gyerekek, bosszú, gyilkolás, börtönzés, száműzés, padlássöprés, fosztogatás, osztogatás. És Orbán nem. Örök élet, ingyen sör. Egészen elképesztő. Örök élet, ingyen sör, és a Gyurcsány Feri alá is föl van írva már a plakátra, hogy ingyenessé tesszük a víz, gáz és villanyszolgáltatást. Mondja ezt ő. Sőt, fizetünk érte, ha végre lesz egy hét. Mondja ezt ő, aki büszkén mondta a rezsicsökkentés előtt, alatt és után, hogy tudomásul kéne már venni, hogy nincs ingyen ebéd. Most éppen mindent ingyen akar adni.
Na de még egy kicsit. Te mit szólsz az újabb 1300 milliárdhoz, Pisti? Én olyan bunkó vagyok, hogy anti-újságíró, hogy annyira untatnak ezek a naponta ezek a baromság. Hát jelentsék föl, a bíróság 90%-a az övék, Pót Péter, tudjuk milyen ember, ugye a Budaház, hát te írtál róla egy nagy cikket, hogy nem a mi emberünk, úgyhogy meg Péter Cserme is, úgyhogy hát akkor menjenek a bírósághoz. Szóval egyszerűen... Geri? Fideszesek egyébként akkora ufók a Jobbik szerint, hogy időutazásra is képesek. Tehát ugye a 8 év alatt ellopták az 1300 milliárdot, visszavitték 2011-be, és odaadták Marcsikának, aki rábízta Kósa Lajosra. Tehát azért figyeljünk a dátumokra is. Egyébként valahogy az egész Lánchíd Rádió és a Simicska Média így épül fel, éppen most hallgattam benne a híreket, és náluk egy olyan világ van, hogy ha nem tudnátok, kettő politikai erő létezik Magyarországon, egy nagyon komoly, az Vona Gábor csapata, egy kicsit gyengébb, de igyekvő dolgozatokat felmutató, az az LMP, más nincsen, még a messzi-messzi halálcsillagon létezik a gonosz Orbán kormány, de mivel ők nagyon messze vannak a halálcsillagon, ők se szerepelnek a rádióba. Tehát aki Lánchíd Rádiót hallgat, az még arról sem tud tudomást venni, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc létezik, mert róla sincsen szó. Én valószínűleg szakmai ártalom, de ma reggel is láttam ezt az 1300 milliárdos cikket, és mindig futom végig, hogy na biztos van benne bizonyíték, mint a Donald Rágóban a kép. De nincs. Tehát nincs. Tehát kicsempészet, már gyémántdarabokat váltott vissza ugye az arab futár, aki az amerikaiak titkos védett tanúja, és az FBI-nál van az ügye, és az most Simicska megszerezte, és beszámolnak egyébként. Volt már ilyen megjegyzem, mégpedig az az úgynevezett zöld dossziés ügy, amikor egy futó bolond magyarázta, hogy több ezer milliárdos adócsalásról tud, az amerikaiak... De azt eltusoljuk. Akkor egyébként pont Simicska bizalmi emberét, Vida Ildikót tiltották ki Amerikából valójában. Az a szerencsétlen barom André Gutfriend a tüntetés elején menetelt, hogy vesszen a korrupció. Pár év múlva kiderült, hogy nem is volt semmilyen ügy. Az André Gutfriendet megetette két egyébként orosz hátterű vállalkozó, aztán az egészet elmondta a Magyar Nemzetnek, de ami halvány ügyecske volt benne, azt is a szocik csinálták még 2010 előtt, amikor ugye a mindenféle magvaknak az áfájával milliárdos értékbe csaltak itt Közép-Európában. Tehát elképzelhető, hogy most is van egy olyan ügy, amit az amerikai szolgálatok odaadtak a Magyar Nemzetnek, de hogy soha nem fogják tudni bebizonyítani, hogy annak bármi köze lenne már csak a képtelen összeg miatt is a magyar kormányzathoz, magyar vállalkozókhoz, politikusokhoz, az egészen biztos. Minden esetre még van 13 nap, az még 13-szor 1300 milliárd forint, gyerekek. Aggódhatunk, igen. Viszont ehhez képest nekünk meg vannak jelentőségében ehhez nem mérhető ügyeink. Tehát 1300 milliárdok, mi nem fel sem tételezünk, hogy heti szinten el tudnak lopni 1300 milliárd forintot ők, de azért 1-2-3-4 milliárdocskáért leszoktak hajolni, és az a különbség az ő ügyeik meg a mi ügyeink között, hogy a mieink azok viszonylag, hogy is mondjam, csak dokumentálhatóak és alátámaszthatóak, úgyhogy nézzünk is meg egy rövidke kis bejátszást, ugyanis nekünk tényleg van egy védett tanunk, aki itt tartózkodik Magyarországon, és ő nyilatkozott arról, hogy Ceglédi hogyan és miképpen finanszírozott kampányokat a diákszövetkezetekből kisívolt pénzből. Szerbédi Csaba egyrészt jogi hátteret és segítséget biztosított a kampányhoz, konkrétan Kéz Zoltánnak. Másrészt pedig koordinátor irányította és finanszírozta az egész kampányt. Ő adta ki az alatta dolgozóknak, hogy kinek milyen feladata van a kampány során, kinek van feladata a diákokkal, a diákok szervezésével, azok irányításával, kinek van a plakátolással, kinek van az egyéb kampánytevékenységgel. Szóval az a helyzet, hogy ez nem 1300, de 6,5. 6,5, az is csinos összeg. Meg
egy realitás alapja is van, és ami különösen gusztustalanná teszi ezt az egész történetet Ceglédin túlmenően, meg a ceglédi Gyurcsány összeborulásokon túlmenően, meg azon túlmenően, hogy szerencsétlen, effektív, teljesen félrevezetett, csonthülye emberek a mai napig Szegeden haigálják az ügyészséget, és tüntetnek, hogy Ceglédi Csabát bocsássák szabadon, mert ő politikai fogoly. Szóval ezen túlmenően attól gusztustalan ez az egész, hogy itt diákokkal lett kiszúrva az ügyek jelentős részében, hogy nem mondjam döntő többségében, és azért az durva. Most kezdjük innen a kört, Geri. Tehát ugye nálunk jött ez az anyag, ez a vállalkozó, aki a Pesti Srácoknak megszólal, az ügy egyik kulcs figurája. Ugyanezt a vallomását hosszan, részletesen kifejtve megtette a rendőrség, ügyészség felé is, tehát nem a levegőbe beszél. Olyan pozícióban volt a hálózatban, hogy mindenre rálátott, és ugye mi a lényege, hogy amit adóban nem fizettek be, itt 6,5 milliárd forintos adócsalásról írunk, ez a Ceglédi Csaba által felügyelt hálózat. Egyéb adócsalások. Azt tulajdonképpen betolták az MSZP és a DK kampányaiba, többek között úgy, hogy amikor Ceglédi megjelent, akkor nem csak az MSZP és a DK teljes kampány munícióját, a diákokat kivezényelve, extra bérért megfizetve, a plakátokat, mindent, ami egy kampányba kell, mozgósítást biztosította, hanem gyakorlatilag még Kész Zoltán, ugye az álfüggetlen Kész Zoltán kampányát is megcsinálta. Tehát Cseh Tamásnak van egy olyan száma, ahol ugye Komcsi apóshoz megy vőül, és énekli, hogy se baj, majd a após pisztolyával megyünk illegalitásba, az ember a jéghátán is megél. Hát basszus, ezek a fickók, és tényleg a vörösök azért másfél anyagból vannak gyúrva, 2010 óta vannak ellenzékben, de képesek 6,5 milliárd forintnyi lopott pénzből kampányokat szervezni illegálisan. Azért ez nem semmi. Tehát tényleg megélnek a jég. Ismerjük el, hogy nem semmi, de legalább most lelepleződött, és még annyit hozzá, hogy azért emögött van még 3-4 tanúvallomás, ami már így úgy napvilágot látott az elmúlt hetekben. Többek között Szúsalág Jánosé, aki persze egy elítélt ember, és hogy mondjam, kevesebbet ér a szava, de amikor emlékeztek rá, hogy amikor Szúsalágnak ment a pere, Gyurcsány ugyanúgy, ahogy most Ceglédi perén, ott ült. Csak ott ült és nézett, mint a romagyilkosok perén is. Addig meg se szegte Szuslág az omertát, aztán úgy látszik időközben rájött, hogy Gyurcsányba csak csalódni lehet, és már a 14-es választásokkor, meg most is azért bőséggel kipakolt, ugyanezt részletesen alátámasztotta. És csak jegyzem meg Pista előtt, az, hogy Szuslág most elítélt, meg már megint előzetesben van, és hogy akkor az ő szava semmit nem ér, fogják mondani értelemszerűen azok, akik egyébként mondjuk egy maffia főnök, Portik Tamás bármilyen szavát és nyilatkozatát úgy hurcolták körbe a magyar nyilvánosságban, mint az orákulumot. Na, hogy így teljes a kép. Ez két dolog, ami nagyon érdekes, hogy miután nekem még megvan egy jó pár levélváltás, amit az Olaffal leveleztem, 2010 előtt, 2004 és 2010 között. És csomószor megkérdeztem tőlük, hogy lépnek-e, miután az újságokban van ilyen és ilyen különböző korrupciós ügyek, csak egyszerűen érdekelt. És akkor válaszoltak, hogy ők újságban megjelent ügyekre nem lépnek, és különben is, másik leveleikben pedig az volt, hogy ők rábízzák a magyar igazságügyre, a bíróságokra, hogyha ott befejeződik az ügy, akkor ők akkor lépnek. Hát ez, mint hogyha most ezt elfelejtenék, és egészen máshogy működnének. Mint hogyha most az ellenkezője lenne, igen. Nekem csak annyi, hogy mindig megdöbben az ember, hogy a baloldal alapvetően pofon egyszeren gondolkodik. Azt mondja, pénzre van szükségem, tehát akkor ahol van pénz, onnan elveszem, és a törvények azok teljesen másodlagosak, nem érdekelnek. Tehát azt mondja Gyurcsány, hogy működéshez pénz kell, körülnéznek, itt van ez a Ceglédi Csaba, milyen ügyes gyerek, ez nem fizeti be az áfát. Itt a pénz, hopp, elköltjük. És teljesen nyilvánvaló, hogy ők előre menekülnek, mert hát ez sok évet ér a börtönben, ez a nagy összegű sikasztás és csalás, tehát ha nyernek, akkor ugye
meg fogják teremteni, van befolyásuk a bíróságra, meg fogják teremteni annak lehetőségét, hogy a vállukon hozzák ki, mint Táncsicsot, ezt a adócsaló, sikasztó bűnözőt. Ha nem, akkor viszont, ahogy Cuslág, úgy Szeglit Csaba is megy a levesbe. Én itt rongyosra lapoztam a mai magyar nemzetet, mert ugye az igazság és az igazmondás utolsó kis szigete ez a lap, hogy hát akkor nyilván írnak a Cuslág interjúról, hát képzeljétek el, hogy nem írtak róla nem egy betűt sem. És egyébként rájöttem, hogy Simicska teljesen kommunistává vált itt a féktelen dühében és bosszúvágyában, pedig ugye saját magáról még elhintette azt a szirupos szöveget, hogy ő tulajdonképpen nem azért szakított Orbánnal, amit mondanak, hogy rácsaptak a kezére, mert lopni akart, hanem mert hogy Orbán Viktor feladta az demokrata elveit, és Putyin pincsi jelet, és stb. Na most ehhez képest Simicska Lajos Gyurcsánnyal és a DK-val szövetkezik ma már, tehát hogyha valaki feladta az összes elvét, az ő, és úgy hazudik, mint a kommunisták. Tehát amikor rajta van a plakáton itt végig a városban, hogy propaganda helyett valóság magyar nemzet, az pontosan ugyanolyan, mint amikor a véres diktatúra a saját pártlapját Népszabadságnak keresztelt el. Azt hiszem, te mondtad, hogy mindig meg tudsz lepődni, hogy igen, van-e még lejjebb? Van. És hogy mennyire van lejjebb, azt mindjárt meg is fogjuk nézni. Ugyanis, most már nem tudom hányadik neki futásra, Gyurcsányék készítettek egy, nem is tudom, minek nevezzem, készítettek egy filmet, nevezzük kampányvideónak, amiben sikerült gyakorlatilag most már a határon túli magyarokat bűnözőkként bemutatni. Nézzük csak. Részt veszünk, részt vettünk. Részt veszed. Természetesen, hogy szavazni kell. Jobban van. Magyar állampolgár is vagyok, kötelesség. Sokosabb Fideszre szokott. Nem, nem sikerült. Én nagyon szimpatizálok Orbánnal, mert én nekem valami normálisnak tűnik, amit ő mond. Határon túli magyarokban ő tartja a lelkemet. Nagyon tetszik Orbánnak a politikája. Orbán is tudom, hogy ős a legiséget. Kevény gyerek, se rájön el. Magyarország ilyen miniszterelnök álmod még soha. Segítették a magyar kultúrát. Ő segített ahhoz, hogy mi megkapjuk a kettős állampolgárságot. Sok pénz belefektet, amit nem fektetett más kormány egyik felé. Nagyon szimpatikus és jól végzi a dolgát. Segítsen őket a jóisten, ferencesek. Nem fogom feljállatánál, hogy ezután is csak így menjen, sőt, ha lehet végül. Megtesz őket a nevel. Tatára, ha ilyen olyan fegyek, minket azt nem érdekel. Nagyon is nagyon köszönjük, és továbbra is jó munkát kívánok neki. Április 8-án szavazz a Demokratikus Koalícióra, a hármas számú listára. No, drágáim, most én azért passzolok és nem mondok semmit, amiket mondanék, az kizárólag G-vel, B-vel, P-vel és K-val kezdődik, és mind erről a gazemberről szólna, akit Gyurcsány Ferencnek hívnak, úgyhogy fussatok egy kört ti helyettem. Adjátok ide a böllér öltönyömet. Köntösömet, de komolyan, tehát olyan szinten bicskanyitogató, felháborító és vérlázító, hogy miközben mindig elmondjuk, hogy csak a demokratikus kereteken belül és csak szabályosan, csak jogszerűen, hogy mondjam, tényleg viszket az embernek a tenyere. Tehát, ahogy írtam, hogy marnál szét a Gyurcsány torkát a viszki, és fulladna bele Péterfi Judit nyálába a privát szféra forgatása közben, vagy keresnék meg az ő arab terroristája, akit annyit emlegetett. Ez tényleg olyan mérhetetlen, vérlázítóan aljas, és ráadásul azt is kifelejtjük, hogy egyébként a határon túli magyarok nem szavazhatnak listára, tehát körülbelül 10 képviselőről döntenek majd a parlamentbe. Annyi beleszólása meg a határon túli magyaroknak, akik itt tanulnak, itt fizetnek adót, erősítik ezt a nemzetet, kibővítik ennek a nemzetnek a gazdasági működési terét. Hát 10 képviselőt hadd küldjenek már be abba a magyar parlamentbe. De nincs is 10.
Szerintem most 400 ezeren fognak durván szavazni, 380 ezeren, max. 3 mandátum, max. 3. András? De én se találok szavakat, egyszerűen elképesztő. Azt értem, hogy ez a szörnyeteg, ez azokra spekulál, arra a, nem tudom másmódon, sötét lelkű csürhére, amelyikben a gyűlölet nagyobb, mint a józanész. Tehát ezt értem. Az fogalmazódott meg bennem, hogy ha semmi érvem nem volna arra, hogy miért kell a Orbán kormányra szavazni ismételten április 8-án, akkor azt mondom, hogy ezért. Ugyanis a magyar társadalom, a magyar létezésnek egy hatalmas sebe az, amit Trianonban ejtett rajtunk a nagyhatalmak döntése. És ezt a sebet gyógyítja be, ez a csodálatos döntés, hogy az állampolgárság egyetemlegesen minden magyarra érvényes. Tehát a nemzet szellemileg és lelkileg megnőtt, de ez nekünk nagyon jó, legyünk őszintén, ez marha jó. Erősebbek lettünk általa. Tehát nem tervünkre van a határon túli magyarság, hanem éppen ellenkezőleg általuk megerősödtünk. Most ez olyan mérték, tehát erősebbek, gazdagabbak, sikeresebbek lettünk. Nagyon sok határon túli magyar dolgozik Magyarországon, és fizet járulékot. Tehát el ne felejtsük azért azt a csekélységet, hogy nagyon hiányoznának, ha nem jönnének ide. Hogy ez a szörnyeteg, azt a gyarapodást akarja elfűrészelni, megállítani, és erre mozgósítja a sötét seregét, aminek köszönhetően Magyarország vissza fogja nyerni a pozícióját Közép-Európába. Tehát ha más érvem nincs, akkor azt mondanám az emberek, akinek van egy kicsi józan esze, rohanjon és szavazzon a Fideszre, hogy ez a szörnyeteg nehogy véletlenül szóhoz jusson. De én még úgy érzem, hogy több évtizede, ahogy olvasom a sajtót, most a külföldi sajtóra gondolok, én még ilyen emberrel nem találkoztam, aki a saját állampolgárait ki akarja zárni, teljesen mindegy, hogy hol vannak. Te olvastál például amerikai labban, francia labban, olasz labban. Román labban. Igen, hogy azok, akik nem élnek nálunk, vagy akik mondjuk amerikai, kanadai, francia, stb. Szülőktől születtek, és még nem voltak 18 éves korukig az állampolgárságuk szerinti hazájukba, azokat zárjuk ki a szavazásból. És ez az antidemokratikus koalíciónak a feje, a Dobrev férj, én még ilyet nem láttam, hogy ennyire utálja a saját nemzetéből való honfitársait. Én még tényleg ilyet nem láttam. És a migránsokat pedig imádja, és mondja, hogy azok pedig olyanok. Amit félreért Szél Bernadett és a teljes ellenzéki sajtó, hogy hogyan értette március 15-én Orbán Viktor az elégtétel vételét a választások után. Tehát ez esetben bárcsak úgy lenne, ahogy a Szél Bernadették értik azt az elégtételt. Mindenképpen kellene hozni a választás utáni új parlamentnek egy olyan törvényt, ami világosan és egyértelműen szankcionálja az ilyesmit. Tehát az ilyen féktelen magyar ellenes gyűlöletkeltést börtönbüntetéssel, amihez a képviselőnek felfüggesztik, és végül is elveszik a mentelmi jogát a képviselői posztján. Még annyit hadd mondjak, hogy ha nézik, mert néhányan biztos nézik határon túl is magyarok ezt a műsort, hogy ha még nem késő, van erre válasz, rohanjanak, regisztráljanak, akik pedig regisztráltak, azok ügyeljenek arra, hogy mind menjen el szavazni, mert ez egy olyan félreérthetetlen, világos fenyegetés rájuk és ránk egyformán, hogy erre nekik sem lehet, nekik is kell, hogy szavuk legyen, és az a szó, hogy elmennek és szavaznak. Az, amit itt tisztességeiként elmondtak ezek a nagyszerű emberek. Szóval tudjátok, az a... Te már emlegette Trianont. És az volt valószínűleg az én generációmnak is, meg az előttem járóknak is az egyik alaptévedésünk, hogy vannak olyan kérdések, olyan nemzeti ügyek, amelyek megítélésében teljesen mindegy, hogy valaki jobbos, balos, uram, bocsánat, még az is mindegy, hogy akár komcsi vagy lipsi, tök mindegy, mert van valami, ami minden magyar számára ugyanazt jelenti.
például az, hogy, hogy ez a nemzet, ez nem azonos azzal, amelyik a jelenlegi határai között él. És erről nem ez a nemzet tehet. Azt gondoltuk, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló. És amikor a legsötétebb Ceausescu időkben az történt, mondjuk az erdélyi magyarsággal, ami történt, vagy amikor a legsötétebb Milosevic időkben az történt a délvidéki magyarsággal, ami történt, és ezt lehetne sorolni, akkor az volt az illúziónk, hogy itt bent az anyaországban mindenki ugyanazt érzi és gondolja. És hogy, hogyha semmi más, de mondjuk Éj és Gyulának a Haza a magasban című verse, hogyha azt valaki elolvassa, akkor mindenki ugyanarra fog gondolni, hogy igenis létezik egy haza a magasban, ami a magyarok, a világban létező magyarok szívében, lelkében és fejében van felépítve. És ebben kellett iszonyatosat csalódnunk már 2004-ben, hogy nem, emberek nem. Mi együtt élünk olyanokkal, még ha kevesen is vannak, de együtt élünk olyanokkal, akiknek ez semmit sem jelent. És ezeknek az első számú vezetője, ez a mocskos, szemét, rohadt, haza is nemzetáruló gazember. Azoknak az első számú vezetője, aki ma csinál egy olyan filmet, hogy kolozsvári járókelők hangját eltorzítja és arcát kitakarja, mint hogyha egyébként valami, nem is tudom, miről értekeznének, hogy éppen hogy fognak bankot rabolni, miközben nyilvánvaló, hogy hát ismerjük az erdélyi magyarokat. Ők még a mai napig, még 2000, már 2004-et is elfelejtették és megbocsájtották nekünk, ők. Ezek a drága emberek, akik idestova 100 éve nem hajlandók beolvadni, pedig nem kicsi nyomás volt rajtuk, hogy ezt megtegyék. Már még azt is megbocsájtották nekünk. És biztos, hogy annak a rohadékoknak, akik kimentek most oda forgatni, hogy ezt megcsinálják Gyurcsány megbízásából, a legnagyobb természetességgel és jó indulattal mondták el, hogy hát persze, hogy megyünk, hát mi egy vérből valók vagyunk, ahogy énekli az ismerős arcok, ugye. De hát nem vagyunk egy vérből valók. Ezzel a mocsadék patkánnyal én akkor se lennék egy vérből való, hogyha ő lenne rajtam kívül az utolsó magyar a földön. Akkor is inkább belerugnám a tengerbe a mentőcsónakról. Ez a helyzet. De hogy röhögjünk is egy kicsit. Puzsér Robertet különösebben nem szeretjük, de csinált ő is egy kampányvideót, hogy miért kell a szocialistákra szavazni. Nézzük meg azt is. Ezen a választáson egyetlen jó döntés van, az MSZP. Rájuk kell szavaznunk, mert jó volt fiatalnak lenni. Jó volt nagyokat piálni, meg d***ni a kis táborban, Kádár Jani bácsi adott nekünk panellakást, meg kombi Wartburgot, és 360 volt a kenyér. Gyerekek, talán inkább kérünk. Ha újra akarod élni a fiatalságodat, akkor szavazz az MSZP-re. És ez még folytatódik, vagy egy percen keresztül. Tartok tőle, hogy Puzsért ismerem, hogy lesz itt minden pártról egy ehhez hasonlatos, tehát valószínűleg a Fidesz se fogja megúszni, de ez legalább egyébként szellemes volt, nem? És sajnos igaz is, tehát valóban, amikor Gyurcsány ezeket a szörnyűségeit elérezti, de azokra az emberekre számít, akik azt mondják, hogy azelőtt minden jobb volt, mert azt agyilag nem fogja fel, hogy azért volt minden jobb, mert 30 éve fiatalabb volt. És csak kezdem minden jobb, így sem fáj, ott sem fáj, még a pontosan. Csajoknál is tud teljesíteni, igen. Az emberszó, hogy jobb volt. De hát van néven nevezhető bármilyen ok tényleg ma, 2018 tavaszán, hogy valaki elmenjen és a Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt mögött álló MSZP párbeszédre szavazzon, de most mondom, tegyétek a szívetekre a kezeteket. Igen? Néztem a nevezett Péterfi Judit kisasszonynak ezeket a távolságtartó objektív
mély interjúit a Hír TV-ben Karácsony Gergellyel, és az az egy érv hangzott ott el, hogy Karácsony állítólag tömegével kapja a leveleket a nőktől, hogy ő annyira jó pasi, hogy szeretnék odaadni magukat Karácsony Gergelynek. Tehát ez egy érv például. Te Gerikém, és ha megnyernék, és akkor ő lesz a miniszterelnök, te odaadod magad neki? Inkább nem. Egyébként azt csiripelik a verebek, hogy Puzsér megcsinálta ugyanezt Jobbikosban, le akarta adni a Hír TV-n, és mondták neki, hogy Ez azért van, nem tudom, olyan hülye vagy, nem érted. Milliószor elmondtam már. A sajtószabadság, a tisztességes újságírás, a csak és kizárólag a tényeket szem előtt tartó, megfellebbezhetetlen, valódi szabadság, utolsó két szigete, a magyar nemzet és a Hír TV. Nem érted? Ezért nem adhatja le a Jobbikról szólót a Puzsér, ha nem. De hozzá el ide nyugodtan, mi majd letoljuk. Egy pillanatra visszatérve a imént emlegetett fehérje halmazhoz, ugye a hétvégén tartott egy sajtótájékoztatót, ahol arról értekezett, hogy majd ha megnyerik a választást, úgy alakul, akkor ezt a jobb oldal nem fogja tudomásul venni, és utcai erőszakot fogunk gerjeszteni és generálni. Ezt minden választáskor elmondják, hogy mi majd utcai erőszakkal akarjuk felülírni a választási eredményeket. Ez az egyik örökzöldjük. A másik az, hogy nem is lesznek szabad választások, mert Orbán katonai diktatúrát fog bevezetni közvetlenül a választás előtt. Ez is ismerős, gyerekek? Ismerős. Ezt most két hete szerencsétlen hülye Békesi Laci bácsi írta meg épp legutóbb. Valaki oda támogatta az asztalhoz, és egy partvisnyével megtámasztották hátulról, hogy meg tudja írni ezt a fantasztikus cikket. De hogy micsoda a nonsens, és hogy tényleg 5 percenként lebuknak. Nem láttátok, mikor ez a hülye gyerek a jobb sorsra érdemes prékasi színművész úr fia Kálmán Olginak a Hír TV-ben hosszan ecseteli, hogyha mégis most 8-án a Fidesz győz, akkor sincs semmi probléma, majd ők, az Y generáció, majd utcán erőszakkal és forradalommal meg fogja változtatni a választási eredményeket. Most akkor ki készül itt erőszakra? Gyerekek. Azt mondja szegény, hogy 48-56 2018, és hogy mindenki ragadja meg ezt az utolsó esélyt, amikor még békésen válhatja le az Orbán kormány, mert április 9-én a forradalmi hadak megindulnak majd Orbán Viktor ellen, és az maga Rékasi Ziggy lesz, tényleg jó lenne megmutatni, hogy hogy néz ki a fickó, tehát ő lesz, aki így egyetlen ütéssel a teket lesodorja, és így megnyitja a szabad teret a háttérben vonuló rendvai ügyikók előtt. Az a félelmetes, hogy ezt tökéletesen ismerjük. Az általad emlegetett André Goodfriend idejébe ezt nagyon komolyan művelték. Egyik utcai tüntetés a másikat érte. Semmi összefüggés nem volt. Az volt a cél, hogy a hisztériát olyan magasra korbácsolni fel, hogy a végén legyen valami kravál, de nem jött össze. Úgy látszik, hogy nem adták fel a reményt, és újfent próbálkoznak. Én bennem is van némi aggodalom, nem attól, hogy ezek a kis csávok, ezek érdekes, ezek az új generációs fiatal emberek, hogy hát az, hogy színész legyen, énekes legyen, zenész legyen, táncos legyen, az rengeteget kell tanulni, és valamiben ki kell tűnni az átlagból. De van egy könnyebbik út, hogy mond valami egetverő nagy baromságot, és politikai népvezérként jeleníti meg magát, és már is jön a kamera, és veszi lelkesen, és hatalmas üzeneteket közvetít. Vagy baromságot kell beszélni, vagy kell találni a 73-ból valamilyen gender ideológiát, és igen, akkor is már is híres lesz az ember. Tehát igen, például szerencsétlen Rékasi Ziggy. Ezt mondtad, Ziggy? Úgy szokták hívni a mozgalmon belül, ha jól ejtem. Rékasi Ziggy, mondjuk, ha holnap előáll, hogy ő kiskutyának képzeli magát, akkor páratlan karriert fog befutni a magyar nyilvánosságban. Ez nagyon jó, hogy olyan embereket, akik mondjuk megütnek egy rendőrt, nem hallunk semmit róla, mert a félhülye sajtónk, az nem is érdekli őket, hogy mi történt azzal az emberrel, aki mondjuk egy rendőrt ütött meg. Nem érdekelt senkit, hogy február 22-én volt a Gulyás Mártonnak a tárgyalása, hogy ott mi történt. Egy szó nem volt a jobb oldali sajtóban. Mi történt? Nem tudok semmit. Mi történt? Igen, hát nem csoda, mert nem érdekelte a sajtunkat. Kérlek szépen, megtörtént a tárgyalás,
és ott azt mondták, hogy elnapolták, ami már különben is húzódik, nem tudom mióta, mert hogy festékkel leszórta, tudod? És aztán felbátorították újabb festékszórás, és azt mondták a Gulyás Mártonnak az ügyvédje, hogy kéri a bíróságot, hogy vizsgálják meg, hogy milyen vegyi összetétele volt ennek a festéknek. Ez volt például az egyik eleme ennek a tárgyalásnak, és a bíró azt mondta, hogy természetesen, el tudtok képzelni a világon még egy nyugati, normális országban? És én most nem a legnormálisabbakról beszélek, amelyeket nem akarok néven említeni, hanem egy demokráciának nevezett, konszenzussal demokráciának nevezett országban, hogy egy bíróság azt mondja, hogy kérem, persze, vizsgáljuk meg, nem az az érdekes, hogy leszórta, tönkretette, vagy elrondította, nem. Ennek az embernek, a Gulyás Mártonnak példátlan 4,3 millió forintos kártérítést ítél meg egy másik bíróság, mert megsértették egy-két mondattal. Szóval egyszerűen felbátorítjuk őket. És ne haragudj, csak a tényszerűség kedvére, egy ilyen szivárvány Pulitzer díjat viszont adj ide nekünk, mert mi ott voltunk, és megírtuk, hogy elnapolták, és nem képesek a választásig döntést hozni. Tényleg? Na hát ezt egyébként elküldtem neked a... Onnan tudjuk. Ja. Legalább annyit mondjál, hogy Istenem, de jók vagytok. De igen. Egyszer az életben dicsérj már meg valakit. Pista. De Geri nem mondta, hogy én küldtem el neki. Na, szóval igen, és akkor ugye most azon rugóznak, csak hogy fussunk még egy kört itt a erőszak és egyebek ügyében. Most azon rugóznak, hogy a felháborító diktatúra legújabb tanúbizonysága, hogy pénzbírsággal sújtják azokat a diákokat, akik jogellenes, be nem jelentett tüntetéseken vettek részt itt az elmúlt hetekben, és hogy hát ez maga a diktatúra, ugye Alföldi Róbert, azt mondja, ordítani tudnék, ha azt hallom, hogy 50 ezer forintos csekkeket küldenek fiataloknak, akik kimerték nyitni a szájukat. De milyen rohadt érdekes, hogy Alföldi Róbert nem tudott, nem akart ordítani, amikor 2006-ban fiatalok, öregek, nők, asszonyok, vénasszonyok, babakocsi toló kismamákra lövöldöztek fejmagasságban könnygázzal, és embereknek kilőtték a szemét. Akkor valamilyen rejtélyes oknál fogva Alföldi Róbert nem érezte az ellenállhatatlan kényszert, hogy ordítson, hanem valószínűleg rohadt otthon, és azt dörzsölgette a kezét, hogy na ez a sok szemét most milyen frankó megkapta. Ugye milyen érdekes? Meg Schilling Árpád és a többi. Meg Árpika se feküdt le a teraszára a disznó testével, hogy valami hülyeséget a hátára írjon. Egyébként csak azért rögzítsük, hogy 8 év alatt, amikor szétverték a Fidesz székházat, ott remektek a szerencsétlen aktivisták, mert nem Orbán Viktort, meg Kubatov Gábort félemlítették meg őket, nem lehet, hanem az irodistákat dobálták be az ablakon a számítógépeket. És azóta volt 40 ilyen balhé, most először kirótták azt az 50 ezer forint bírságot. Mert egyébként mindenhova a rendőrség kézen fogva kísérgette ők, épp hogy az összes ilyen rékasi féle hülye gyerek épp hogy be nem lett pelenkázva, mikor az oktogonon ültek, berúgva, mint az állat, ugye azok az ikonikus fotók. Ugye milyen jó buli van az oktogonon, megbénítjük Budapest közlekedését, és ott ül az a fehérje halmaz az oktogon közepén, el van menve már az eszméletem, vagy beszívott, vagy berugott, és így folyik a nyála, hogy ott egy ültő helyébe ül. Mert milyen nagyot tűnt, ezek akarják majd az országot rendbe tenni, ezek, folyó nyállal, ez a sok barom. És a rendőrség meg, érted, pátyolgatja, kísérgeti, igen, kicsit bepelenkázza, megcumisztatja. 2006-ban meg lőttek rájuk, érted? Lőttek gyerekre, öregre, aggasztjára, mindenkire. Azokra, akik egy bejelentett Fidesz gyűlésről haza akartak menni. Azokra rászabadítottak, azt se tudjuk kiket. Mert azonosító szám nem volt senki. Igen. És Görgényi elvtárs hosszan elhazudozott a miniszterelnök elvtársa Gyurcsány Ferenccel arról, hogy de volt azonosító szám, kiderült, hogy nem volt. Nem használtak viperát, ott vannak a képek, hogy használtak viperát. Minden bűnt elkövettek. Demszky meg kitüntette a Görgényit, és mindenki meg volt elégedve Alföldi Robikával együtt. Szóval, hallgatlak titeket, az a szörnyű kép képződött meg bennem, hogy van egy pszichózis, amit a komplett baloldal művel. Ennek az a lényege, hogy
hogy fel kell korbácsolni az arra alkalmas emberekbe a lehető legsötétebb, legádázabb, legszörnyűségesebb indulatokat. Hogy lehet felkorbácsolni? Folyamatosan beszélni a rengeteg pénzről. Mert ez az ország most már tele van pénze, működik a gazdaság, hát lehet látni. Tehát mit kell mondani? Ezek 1300 milliárdjával viszik el a pénzt. Siessetek, mert nem marad már a zsákbányból. Másfelől démonizálni kell bennünket, tehát minket le kell váltani, el kell kobozni a vagyon, mert ezek tolvajok, kivétel nélkül mindenki minket, ugyebár ki kell tiltani a médiából, és aztán majd meglátják, hogy elég egy veszőfutás, vagy esetleg le is lőnek utána bennünket. Tehát felkorbácsolni a gyűlöletet, és ez ebben a kampányban ez a kis szerencsétlen hülye is egy szereplő, akinek az a dolga, hogy fenyegetőzni, ezek akarnak erőszakosan tiltakozni, ugyanakkor ő büszkén hirdet, hogy ő aztán tényleg erőszakosan fog fellépni, nem úgy lesz, hogy ők akarják, vagyis mintha sátán dolgozna a háttérben, hogy az emberi gonoszságot állítani csatasorba, és ezt érzem, hogy nekünk pedig egyre inkább arról kell beszélnünk, hogy emberek, ezt a sátáni hadat nem szabad átereszteni. Ezek, ha átjönnek, ezek mindent elpusztítanak. Úgyhogy csülökre, itt nem lehet hülyeskedni. Egyébként így levezetésképpen újabb szép példáját nézzük meg azért a kettős mércének. Ugye az ózdi jobbikos polgármester halhatatlan szavaira mindenki emlékszik, hogy ez hogy beszél a női beosztottjaival. És hát vonát szembesítették is ezzel. Nézzük meg, hogy hogyan reagált. Elítéli az alelnökének az obszcén, illetve trágár szexuális zaklatását az egykori kolléganőjével kapcsolatban? Természetesen elítélem, és ő maga is elnézést kért a Facebookon. Úgy fogalmazott egy magánbeszélgetésben, hogy nem illő, de azt gondolom, hogy ez bárkivel megeshet. Sajnos a magánéletében az ember néha fogalmaz úgy indulatában, vagy bármilyen okból, ami nem helyén való. No, elnök úr megvédi ugye a polgármesterét. Tudjátok mit? Én még ezt meg is értem. Nagy a córesz, össze kell zárni, meg kell védeni. De most hol vannak a nagy MeToo kampányok? Ha egy Marton Lászlót ki lehetett csinálni egy 30 éves váddal, úgyhogy se, nincs hangfelvétel, nincs semmi bizonyíték, egy nő előáll, hogy 30 évvel ezelőtt vele mi történt. És ennek az a következménye, hogy az ország egyik leghíresebb és legjobb rendezőjének távozni kell örökre, még a színházak környékéről is. Most ez a Sárosdi Lilla, ez vajon miért fogja be a pofáját? Na erre mondjatok valamit. Kedves férgyurával, disznótestű Schilling Árpáddal együtt. Most miért kussolnak? Mert őnekik is meg kell védeni a jobbikos Janicák elvtársat? Így van. Ez a válasz, pontosan. Miért bukott bele Havas Erik is ugyanebbe a történetbe? Azért, mert akkor elgondolkodtad, hogy milyen ereje van még mindig a balliberális nyilvánosságnak egyéb iránt, hogy embereket meg tud semmisíteni. És most ez a balliberális média azt mondja, hogy ja, nem, Janicák Dávid belefér a történetbe. Teljesen rendben van. Janicák elvtárs, jó elvtárs. Száraz izével foglak izélni, mondja a saját beosztottjának. És talán azzal védekezik, hogy hát én is csak ember vagyok. Nem, Dávidka, te nem vagy ember, mert ember így nem beszél nővel, tudod? Te egy ilyen véglény vagy. Tehát ugye ez volt a... Ugye ez a utolsó mondat. Igen? Okay. Amikor a besugókról, hogyha valakit felfedeztek elnök az oldalnak, akkor az szörnyű volt, pedig nem is volt bizonyíték, bíróság, stb. A másik oldal, ami bizonyított, dokumentált, akkor egy nagy kus volt, mint a híres tévénőnél is, igen. Nem? No. Innen fogjuk folytatni jövő héten. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk, most pedig utánunk jön a híradó. Viszontlátásra!